Iskolákat újítottak fel, óvodát és napközit bővítettek, és bölcsődét is indítottak a Maros megyei Nyárád Szeredában. A megvalósításokról és a további fejlesztési tervekről Tóth Sándor, a település polgármestere számolt be. Megvalósításokról és tervekről beszélt sajtótájékoztató keretében Tóth Sándor, a Maros megyei Nyárád Szereda polgármestere. 2020-ban kezdték el a bocskai tervet, és az utóbbi 4 évben több elemét is sikerült megvalósítaniuk. Iskolákat újítottak fel, óvodát és napközit bővítettek, és bölcsödét is indítottak. Ugyanakkor utakat aszfaltoztak és tettek rendbe, játszóteret építettek, valamint befektettek a mezőgazdaságba és az egyházakba is. A kultúra területén megoldották a majdnem megszűnés szélére sodródott Bekecs Néptánc Együttes helyzetét, és a fiataloknak több fesztivált is szerveztek. 2020-ban egy olyan bocskai tervet tettünk, önmagunknak állítottunk fel, és természetesen mondtuk a lakosságnak, hogy ez Nyárad-Szereda fejlesztési terve, amely nem egy mandátumos, nem 4 éves, hanem 4, 8, 12, akár egy hosszabb távú terv is lehet, és akkor mindjárt be is mutatom ezt, és ezekből, hogy hogy állunk ma, mert ebből majd kell folytatódjon a bocskai terv 2.0, amely azt mondja, hogy 2024-2028 vagy 28 után is folytatódnak ezek a dolgok. A bocskai terv 2.0 összesen 37 projektet foglal magába, ezekből 4 már befejezés előtt áll. Uszodát építenek, tornatermeket alakítanak ki, iskolákat újítanak fel. Dolgoznak a községhez tartozó falvakban a víz, gáz és szennyvíz hálózaton. Kórházat építenek és bővítenek, valamint orvosi lakásokat alakítanak ki, de elkezdik az inkubátorház működtetését is. Novák Levente, RMDSZ-es szenátor azt mondta, ő is szívesen költözne Nyárád-Szeredába. Na most szerintem Szeredába jobb élet van. Sokkal jobb élet van, mint nagyon sok helyen, és mint amilyen volt. Hogyha, az is mondtam, hogy ide érdemes költözni. Most gondoljanak bele, van új bölcsöde, az iskolák, óvodák fel vannak újítva, új óvodák vannak, aszfalt van, csatornahálózat van, vízhálózat van, ez így hogy mondjam, egy kicsit klissés, de hogy járják körbe a Vásárhely körüli településeket, vagy járják körbe a megyét, hol vannak ilyen adottságok. Szerinte a fejlődés nem csak az oktatásban és az infrastruktúrában érhető tetten, hanem az egészségügyben, mezőgazdaságban, gazdaságban és a kultúrában is.